Sói Közéleti Magazin. Hírek, aktualitások. 5 évvel ezelőtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára született meg a három településen átvezető Nemzetőr Emléktóra nevezetű kezdeményezés. Azóta minden évben, akár az időjárással is dacolva, elindulnak Litérről, majd Királyszent Istvánon keresztül Sólyba érkeznek a túrázók. Egy kis szeretett vendéglátás után indulnak Sóly gyöngyszemére, a Sólyi szőlőhegyre, ahol a nyitott pincéknél fejezik be útjukat. Kaptúr József, Sólyi község polgármestere, szívélyesen fogadta az ideérkezőket. Nekünk pedig készségesen beszélt a kisfalu terveiről, megvalósításokról, pályázati sikerről. A következő percekben pillanatképeket mutatunk önöknek Csézi gyönyörű dallamaira, a Nemzetőr Emléktúra résztvevőinek Sólyi településre való érkezéséről. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt a föld. Mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fele az, hogy én. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt a föld. Megvárjuk a végét is, akkor már. Gratulálok nektek! Lápalapban! Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hátra kell állnom a szél miatt, elnézést! Kedves polgármester úr, itt vagyunk a nemzeti ünnepünkön, és Sólyban.
Mi van most? Mi zajlik éppen Solyban? Üdvözöllek benneteket, köszönöm, hogy újra elfogadtátok a meghívásunkat, és itt vagytok. Hát ugye a nemzeti ünnepünk, és most már tényleg hosszú évek óta, és nem akarok most improvizálni, majd a mellettem lévő úriember konkrétan elmondja, hogy hány éve kipattant az agyunkba ez a nemzetőr emléktúra, és évek óta esőbe, hóba, vízbe, sárba, de a kemény mag az itt van, és elindulnak Litérről, Királyszent Istvánon keresztül Solyba érkeznek, itt egy minimális kis vendéglátás. Igazából magát a rendezvényt, ezt 5 évvel ezelőtt, 2018-ban magának a forradalomnak a 170. évfordulójára találtuk ki a szomszédos önkormányzatokkal közösen, Királyszent Istvánnal és Sóllyal. Szerencsére a három önkormányzatnak az összefogása ebben a kulturális tekintetben, illetve szabadidős tevékenység is kötődik aztán hozzá. Nagyon sikeres lett, és maga, ami az apropót adta még Litér önkormányzata részéről, azaz, hogy Litér egy nemzetőrkapitányságnak a székhelye volt, kapitánysági központ, ráadásul a korabeli református lelkészünk volt a nemzetőr kapitány, az akkori iskolának a református tanítója volt a helyettese, a főhadnagya, úgyhogy így a vallás és a kulturális élet is úgymond összefogja ezt az 1848-49-hez kötődő eseményt, amire egy fantasztikus közösségi programot sikerült építenünk, ami most már 5. éve sikeresen zajlik. Amikor megérkeztek, zászlót láttam. Mi történt akkor? De igazából egy zászlóval jelképezzük azt, hogy egyik településre másikra érkezünk, és a polgármesterek pedig szallaggal méltatják a zászlónak az érkezését, úgyhogy ez most már hagyomány, úgyhogy egyre nagyobb sikere van, és idén pedig megállapítottuk, hogy gyönyörű volt a zászló, ahogyan a szél lobogtatta, és igazán kiterült, és mindenkinek megmutatta magát. Mi pedig azt láttuk már messziről, láttuk, ha jól tudom, 45 fővel érkeztek, hogy tényleg le a kalappal a bátor turisták előtt, mert itt a szélben és az időjárástól függetlenül megcsinálták, úgyhogy köszönjük, hogy beszélhet. Megköszönjük, hogy itt lehetünk. Hát a Sólyi Szőlőhegy, hogyha jól tudom, odaindul tovább ez a túracsapat. Igen, én állandóan mondom, és ahol csak lehet, híreztelem, hogy Solynak a Szőlőhegy egy gyöngyszeme. Ezért rendeztünk, sajnos közbeszólt a járvány, de szüreti felvonulásokat ottani megnyitóval, és most is az eseményünket, ezt a három településnek a közös úgynevezett túráját, ott fogjuk befejezni a Szőlőhegyen. Hamarosan innen indulunk tovább, de már együtt a három település lakói. Ezt úgy kell érteni, hogy nyitott pince várja az odaérkezőket? Igen, állandóan megszervezzük a nyitott pincéket. Ilyenkor Sólyi, illetve Litéri, vagy Királyszent Istváni gazdák is kinyitják a pincéjüket, és várják a turázókat. Az imént beszéltünk a nemzeti ünnepről. Ti már délelőtt megtartottátok a megemlékezést. Véleményed szerint mi az üzenete a mai ember számára egy ilyen megemlékezésnek? Ugye Petőfi Sándor is, ahogy mondta, talpra magyar híva haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Igazából a mostani kor fiataljainak itt az üzenet, a szabadságvágy, az érzés, hogy mostantól döntsük el mi saját magunk, a saját jövőnket. Én így érzem, talán ez lehet az alapvető üzenete. A közösség építés, illetve a közösségek is nagyon fontosak egy település életében. Hogy vagytok ti ezzel? Ez így van. Ti is tudjátok, hogy több civil szervezetünk is van, illetve most a szomszédos települések újra bebizonyítottuk, hogy tartjuk a kapcsolatot, és hogyha kell, ilyen esőbe, hidegbe, 50 km/h szélbe akár, de ők is jönnek, mert a lelkük mélyén úgy érzik, hogy mi összetartozunk, és ezen a napon együtt kell lennünk.
És hát március 15-e fémjelzi, hogy eltelt 3 hónap ebből az évből. Mi történt ebben az évben már Sólyban? Igen, hát ugye többször hallottátok az építési telkeinket, 2 eladtunk, 3 után már érdeklődnek. Hát sajnos adóköteles jövedelem, és ezért adóznunk kell a telkek után, de még így is marad. Szerencsére így már nem szorulunk a kormánynak a támogatására, mert önerőből ebben a nehéz helyzetben is meg tudjuk oldani a dolgainkat, és most már fejlesztések is vannak. A Bakonyka azt az 50-60 éves vízvezeték rendszerünket egy 16 településre vagy 18 településre kiterjedő EU-s pályázattal kicseréli, de itt önrészt is kellett produkálni. 11,6 millió forint az önrész, amit mi fogunk fizetni, de továbbiakban megszűnnek a csőtörések, meg hogy naponta 80 köbméter víz valahol elfolyik, nem tudja senki. Hát régi rendszer, és ezért ezt ki kell cserélni, alapvető dolog. A másik pedig az, hogy kormányrendelet van arról, hogy minden településen új településrendezési tervet kell készíteni a modellkor követelményének megfelelően. Mi ezt elkezdtünk, előre haladott állapotban is vagyunk, de sőt pályáztunk is, 1,5 millió forintot erre a célra nyertünk is, de 8,5 millió forintot oda kell tennünk, de egy olyan rendezési tervünk lesz a továbbiakban, amit reményem szerint minimum 10 évig nem kell változtatni, vagy csak részben. És hát programok tekintetében mi a helyzet? Falunapot mindenképpen megtartjuk. Én voltam polgármesteri találkozón, ahol a kormánytól prominens személyek is voltak, és mondták, hogy minimálisra kell csökkenteni a kiadásokat, hogy túléljük ezt a helyzetet. De én úgy gondolom, hogy egy falunap, amikor vágynak az emberek arra, hogy közösségben legyenek, együtt legyenek, és most már még talán a járvány se nagyon szól közbe, ez kiemelten fontos. És teljesen átgondoltan, logikusan, természetesen úgy próbáljuk ezt, hogy a lakosság ne érezze a megszorításokat, de a falunapunkat megtartjuk. Hát szeretettel köszöntöm itt Sólyba. Honnan érkezett? Hát én Felsősről érkeztem, én ott lakom most már lassan 4 éve, állandó lakos vagyok, és nagyon kedvelem Litért, és teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe a hagyományőrző kis túrába, amit nem hiszem el, hogy ilyen van, és remélem, hogy ezen még nagyon sokszor részt tudok venni, mert hihetetlen fel vagyok töltődve tőle, és ezek a kedves vendégek, a vendéglátás, az emberek, az időjárás leszámítjuk, mert nagyon jó a hangulat, és nagyon jól érzem magamat, és örülök, hogy rájuk találtam. Milyen élmény volt a túra alatt? Tehát mennyire volt a nehézségi foka? Hát nekem nem volt nehézségi foka, mert én rendszeresen túrázom egyedül is, de maga a táj nekem teljesen új volt, mert ezt a részét a Balaton felvidéknek nem ismerem. Tehát Litéren a Tamással, az alpolgármester úrral már túráztam, és tudtam azt, hogy ha Tamás szervez valamit, az valószínű, hogy az egy színvonalas szervezés lesz, úgyhogy így reggel a nagy szél se tántorított vissza attól, hogy eljöjjek, mert tudtam, hogy Tamásba bízhatok, és nem csalódtam. Nagyon jó volt a túra. Voltunk fönt, voltunk lent, fölfele, lefele, de kellemes volt, mert a nagy részét majdnem az erdő között, tehát fák között, tehát a szél, de azért szélből is kaptunk pont annyit, amennyit szerintem el is viselt mindenki a túra útvonalán. És Sólyban járt már egyébként? Sólyban jártam, tehát keresztül utaztam már, megnéztem még a régi Istvánnak a kardját, a Szent Istvánunk kardját, és akkor én egy kis 1200 éves templomra emlékszem, amit most hallottam, hogy nagyon szépen felújítottak, úgyhogy vissza fogok jönni, mert kiderült itt útközben, hogy itt még nagyon sok látnivaló van Sólyban,
és nekem egy nagyon-nagyon kedves kis falunak tűnik. És hát a vendégszeretet is, vendégszeretetéről is híres. Igen, igen, hát ez nagyon, nagyon nagy meglepetés volt számomra, mert én egy sima túrára számítottam, és én ezt nem tudtam, hogy ez a három falu ennyire összetart, és hogy ennyire megvendégeltek bennünket, ennyire szeretettel, és hogy mindenki aztán csatlakozott a három falu egymáshoz, és akkor most megyünk tovább fel a Szőlőhegyre. Úgyhogy nekem nagyon nagy élmény. Akkor mi engedjük is, nehogy lemaradjon a többiek. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. És hát itt a közeljövőben lesz egy elég nagy esemény nálatok Sólyban a pálinkával kapcsolatban. Igen, a harmadik nemzetközi pálinka verseny lesz április 1-én, kiemelt honi és nemzetközi pálinka bírálókat hívtunk meg, akik elfogadták a meghívásunkat. Most jelenleg több mint 200 mintánál tartunk, amelyek beérkeztek hozzánk, de 400 körüli mintára számítunk, és hát ennek az ünnepélyes eredményhirdetése május 13-án lesz Veszprémbe, a Vármegyeházán, a Szent István terembe, és úgy tűnik, hogy a esemény főtámogatója, agrárminiszter úr elfogadta meghívásunkat, és ő tartja az ünnepélyes megnyitót. És hát itt ezen a pálinka bírálaton szakemberek vesznek részt, és nem csak innen a régióból, hanem máshonnan is az ország területéről érkeznek. Természetesen, úgy látszik, ezt én így gondoltam, csak nem fejtettem ki, így van az országból, sőt, többet mondok, mert Szlovákiából és Szerbiából is érkeznek magyar ajkú pálinkabirálók, akikkel gyakran találkozunk az ország más részében, illetve azért nemzetközi, mert úgy tűnik, hogy Kárpát-medencéből Magyarországon kívül még 6 országból érkeznek be minták. Akkor gondolom, te mindenkinek most azt javaslod, hogy pálinkával kocincsanak és ünnepeljenek. Így van, és alapvető célunk a kultúrát pálinkafogyasztás népszerűsítése. Hát sikereket kívánunk továbbra is ehhez a mai naphoz, és Sólynak is. Köszönjük szépen! Gyertek velünk, megkóstolhatjátok a szőlőhegyi borokat. Megkérek mindenkit, fáradjanak be hozzánk, forró teja, egy némi kis forrátból, aki szereti esetleg a házi zsíros, lilahagymás zsíros kenyeret, azt is szeretettel várjuk. Menjünk be! Köszönjük szépen! Köszönjük!